Herdon Balázs és Herdon Péter, Máté Szalka ifjú tehetségei is felléptek azon a gálán, amelyet jótékonysági célra rendeztek a Máté Szalkai Kulturális Központban. Ők alig idősebbek most, mint az est művész vendége, Hauser Adrien akkor volt, amikor a Szatmári városból Budapestre a Zeneakadémia előkészítő tagozatára került. A zongora művész azóta a világ számos koncerttermében lépett fel, rendszeresen tanít itthon és külföldön egyaránt, de szülővárosától nem szakadt el, szülei és testvére ma is itt élnek. Ezért is fogadta el szívesen a szervezők felkérését. Azelőtt elég sokat játszottam itt, volt egy pezsgő zenei élet sok zongora estel. Hát változik a világ, de most nagyon örülök, hogy ezen az alkalmon újra itt lehetek, és izgulok is, úgyhogy ez egy érdekes érzés, és nagyon jó. A művész az esten Metner, Chopin és Bartók műveket adott elő. A műsor ifjú fellépőit a szervezők a Tehetséges Ifjúságért pályázat díjazottjai közül választották ki. Az Innerville és a Rotary Klub tagjai gyakran jótékonykodnak, hiszen a szervezet jelszava az önzetlen szolgálat. Jótékonysági estünk még nem volt ez az első, de nagyon sok jótékonysági programunk van. Minden évben támogatjuk a rászorult gyerekeket, karácsonykor megajándékozzuk őket. Rajzpályázatot hirdettünk, és a rajzpályázat sikeres alkotásaiból például naptárt adtunk ki ebben az évben, annak a bevételét is jótékonysági célra fordítottuk. A rendezvény bevételét a klubok orvosdiagnosztikai műszerek vásárlására fordítják majd, amellyel a Máté Szalkai Kórházat fogják támogatni.